Hazatért az első fekete gólya, amit Székelyudvarhely határában kaptak lencse végre. A fehér még nem tértek vissza az országba, március vége és április közepe között szoktak érkezni, jelenleg Törökország területén tartózkodnak. Székelyudvarhely határán fekete góját kaptak lencse végre a minap. Ez a faj egyébként a vándormadarak többségénél később, októberben indul útnak, és legtöbbször Dél-Afrikában, illetve Szudán területén tölti a telet. Pap Tamás, ornitológus elmondta: Nem meglepő, hogy már kezdenek visszatérni a fekete gólyák, hiszen az északi országokban is megjelennek már március első felében. A fehér gólyáink viszont ők azért nem sietnek ennyire. Uh, hát van, ami megérkezhetett már, nem tudom, most Magyarországon van egy madár, amely február meg szokott érkezni, Ő nem telel messze, csak itt a közelkeleten, nem megy le egész Afrikáig, uh, viszont a többi madár normálisan március hónap folyamán április 15-ig szokott megjönni, és uh, hát a környékünkre nem hiszem, hogy megérkezett vagy. Romániában egyébként négy aktív nyomkövetővel ellátott madarat tudnak követni, két kékvércse, amelyek jelenleg Namibia, illetve Angola környékén vannak. Míg a gólyákra várunk, az itthon telelő madarak mindennapjait megkönnyíthetjük, ha etetőinket feltöltjük magvakkal, vagy kiteszünk egy almát.